Lelassít az autó, a vezető meggyőződik arról, hogy nem jön a vonat és csak utána indul. Így kell helyesen áthaladni minden vasúti útátjárónál. Jelenleg nincs konkrét szabály arra, hogy hány kilométer per órás sebességgel lehet megközelíteni ezeket az átjárókat. Azonban a rendőrség felhívja mindenki figyelmét, hogy fokozott óvatossággal közlekedjen és ne csak a sínek melletti lámpát figyelje. A fehér szabadjelzésnél is meg kell győződni arról, hogy vasúti jármű közeledik-e vagy sem, és ha közeledik, bár fehéret mutat még a sorompónak a fényjelző készüléke, akkor sem szabad áthaladni. Amennyiben nem működik a vasúti átjáró, akkor még fokozottabb figyelemmel kell ezen a helyen közlekednünk, és nyilvánvalóan, hogyha tilos jelzést mutat, akkor minden esetben álljunk meg, ne bíráljuk felül, tehát szétnéztünk és nem jön semmi. Tiszteletben kell tartani, hiszen a vasúti jármű gyorsan közeledhet, és tragédia keletkezhet belőle. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 432 vasúti átjáró van, ebből 140 ehhez hasonló, tehát sorompó, félsorompó vagy fénysorompó jelzi az átkelés lehetőségét. Ezek az úgynevezett biztosított átjárók. A MÁV adataiból azonban kiderül, hogy nem a sorompó hiánya miatt történnek a balesetek. 2015-ben 4, 2016 első felében egy baleset történt vasúti átjárók közelében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elmúlt 6 évben kizárólag a közúton közlekedők hibájából történt vasúti útátjáróban baleset. Tehát nem azért, mert meghibásodott a vasúti berendezés, hanem azért, mert valaki vagy túl gyorsan hajtott be, vagy figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést. Sőt, az utóbbi időben rengetegszer előfordult, hogy a vonat oldalának ütközött valaki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2015-ben és 2016-ban történt balesetek is 100%-ban biztosított útátjáróban következtek be. Egyébként az országos átlagot, ha nézzük, az is olyan 75%. A vasúti baleseteket tehát el lehetne kerülni a szabályok figyelembevételével. Ezeket azonban nem minden gépjárművezető tartja be. Forgatásunk közben is volt, aki a piros jelzés ellenére még áthaladt az átjárón. Ez azért is veszélyes, mert a vonat általános fékútja sokkal nagyobb, mint egy gépjárműé, ráadásul a szerelvények tömege is nagyobb, mint az autóké, ezért a vészfékezés fékútja szerencsésebb esetben is legalább 500 méter.